Köszöntöm a nézőket, ez itt a Sport Hétfő, a Pannon televízió sportműsora, melynek mai adását labdarúgással kezdjük, ugyanis a hétvégén örökrangadót tartottak a szerbiai szuperligában, a Crvena Zvezda a Partizán együttesét fogadta, amelyen a Pannon televízió stábja is forgatott, ezt követően pedig beszámolunk a szabadkai Spartakusz és a Csukaricski mérkőzéséről is, valamint láthatják a magyarországi és a szerbiai első osztály további eredményeit is. A Crvena Zvezda és a Partizán összecsapása nem csak Szerbiában, hanem az egész világon is az egyik legnagyobb labdarúgó derbinek számít. A két csapat 153. alkalommal találkozik egymással. A helyszínen hatalmas a biztonsági készültség, mivel mindkét együttes szurkolótáborából több tízezeren érkeztek a mérkőzésre. A meccs előtt a legtöbb szurkoló természetesen saját csapat a győzelmét várta. Sa mojim drugarima navijamo za Partizan i ako da Bog 3-0 za nas. Očekujem da Zvezda dobije, bit će 2-3 gola. 0-2 za Partizan, pobjeda naravno. A legtöbb drukker meccset nézni érkezett a belgrádi Maracana stadionba. Ők azonban csak 7 percig élvezhették a focit, mivel egyesek úgy gondolták, hogy félbeszakítják az összecsapást. A Partizán szurkolóinak kemény magja sűrű fekete füsttel borította be a pályát. A gomolygó füst feloszlása után ismét jöhetett a foci. A Partizán jó iramban vágott neki a folytatásnak, azonban gólhelyzettől többig nem jutottak. A piros-fehér mezesek ezt követően magukra találtak, és egy sokat vitatott helyzetből a gaboni Gaylor Kanga találatával a mérkőzés 34. percében megszerezték a vezetést. A lassított felvételen ugyanis jól látszik, hogy a gólpaszt megelőzően a labda teljes terjedelmében elhagyta a pályát. Fél időig nem változott az állás. A fordulást követően a Partizán mindent megtett az egyenlítésért, ami 3 perccel a lefújás előtt sikerült is, ugyanis Uros Gyurgyevics fejjel vette be a Crvena Zvezda kapuját, amellyel kialakult az 1-1-es végeredmény. Ez egyik csapatnak sem igazán kedvezett. Statisztikai to gledano, ovi ljudi koji to rade su mi to odmah poslali, smo imali čini mi se 9-4 u našu korist odnos udaraca u gol, 10-5 kornera. I izjednačen posjed lopte, ako se ne varam. Daj da kažem, možda smo po tim nekim šansama bili malo bliži pobjedi. A Crvena Zvezda labdarúgó csapata nem tudta győzelemmel ünnepelni fennállása 72. évfordulóját. Žao mi je što na ovaj praznik sportskog društva Crvene Zvezde nismo pobjedili zbog publike koja nas izvanredno podržala, ali to je fudbal. Nismo mogli u drugom poluvremenu, stvarno imali smo mnogo grešaka u dodavanju, u pasu, tako da objektivno nismo mogli ništa bolje da napravimo. A labdarúgó szuperligát 61 ponttal továbbra is a Crvena Zvezda vezeti, a második Partizán lemaradása 6 pont az éllovassal szemben. A két hasonló játékerőt képviselő csapat számára kulcsfontosságú volt a 3 pont megszerzése Szabadkán. A vendégcsapat már a kezdő sípszó után több helyzetet kialakítva a nyomás alá helyezte a hazai csapatot. Az első néhány percben a Spartakusz játékosai csak elvétve jutottak el az ellenfél játékterére. A kékfehérek csak az első félidő derekára tértek magukhoz. A kiegyenlített küzdelemnek köszönhetően az első játékrész gól nélkül ért véget. A második félidő első néhány percében ugyan fölényben fociztak a Spartakusz játékosai, a vezetést mégis a Csukaricski együttese szerezte meg. A vendégcsapat számára 11-est ítéltek, a büntetőt pedig Darko Zorić maga biztosan értékesítette az 50. percben. A mérkőzés végéig az eredmény nem változott. Bili su nam jako potrebni bodovi, jednostavno imamo ambicije da probamo da uđemo u taj play-off. Polako se dižemo iz utakmice u utakmicu, mislim da smo dobro odigrali ovu taktičku utakmicu. Dobro stajali u bloku, uspjeli da nam Spartak ne napravi puno šansi, nismo dozvolili njima da nam previše dođu gore kod gola. Andrej Černišvo, a Spartakusz vezető edzője szerint a tapasztalat hiánya miatt kapott ki a csapata. No, mi понимали, что будет сегодня тяжелая игра для нас. Знали смо да ће данас бити тешка утакмица за нас. Команда Чукарички после двух побед приехала, конечно, психологически очень хорошо готовые. И да је екипа Чукарички после две везане победе дошла veoma motivisane i dobro psihološki pripremljene. Mi понимали, što budet mnogo borbe, tako ono i получилось. Znali smo da će biti dosta duela, tako i bilo. A 24. fordulót követően a belgrádi Csukaricski 29 ponttal a 10. a Superligában, míg a szabadkai Spartakusz 33 ponttal a 7. helyen.
Spartakusz labdarúgói 1-0-es vereséget szenvedtek hazai pályán a Csukaricski csapatától a Superliga 24. fordulójában. A forduló eredményei a következők. Napredak Nisi Radnicki 1-2, Vozdovac Radnik 3-0, Lucsani Mladost Novi Pazar 0-1, Metálac Palánkai Bácska szintén 0-1, a forduló rangadóján Crna Zvezda Partizán 1-1, Csácsaki Bórác Vojvodina 0-1, Rád Javor 1-1 és Spartakusz Csukaricski 0-1. A tabellán 61 ponttal első a Crna Zvezda, a második Partizánnak 55, a harmadik Vojvodinának pedig 54 pontja van. A Spartakusz 33 ponttal a hetedik, a Bácska 21 ponttal a 13. a tabellán. A magyar élvonalban is a derbi fordulója volt a hétvégén, amely a tabella élén is változást eredményezett. A forduló eredményei a következők. Debrecen Diósgyőr 3-0, Gyirmót Haladás 1-2, MTK Budapest Paks 1-2, Mezőkövesd Vasas Budapest 0-2, Videoton Budapest Honvéd 3-0 és Újpest Ferencváros 0-1. A tabellán 41 ponttal első a Videoton, a második Budapest Honvédnak 40, a harmadik Vasasnak pedig 38 pontja van. A labdarúgás után pedig futással folytatjuk mai műsorunkat, ugyanis Palicson a hétvégén 10. alkalommal tartották meg a hagyományos trónfélmaratont. Hat országból 450 futó állt rajthoz a hétvégén a 10. trónszületésnapi futóversenyen. Szlovákiából most először érkeztek versenyzők. Mi Szerbiába egyszer se voltunk, most jöttünk először, köszönjük a meghívást, elfogadtuk, és úgy látom, hogy nagyon jó hangulatú versenyen fogunk részt venni. A résztvevők két táv közül választhattak. A felkészültebbek a 21 kilométeres félmaratont futhatták, a kevésbé felkészülteket pedig a 7 kilométeres élményfutam várta. A magyar kanizsai futók ismét népes csapattal érkeztek. Ők rendszeresen minden évben részt vesznek a palicsi versenyen. Magyar kanizsáról érkeztünk, a kis futó csapattal 15-en jöttünk összesen, és van 21-re is jelentkeztünk, illetve 7 kilométeres távra is. A leggyorsabb futók a 7 kilométeres távot a férfiak kategóriájában valamivel több mint 25 perc alatt teljesítették. A leggyorsabb hölgy 28 perc 51 másodperc alatt ért célba. A félmaratoni táv leggyorsabbja a szegedi Tarnai László lett, aki 1 óra 11 perc 32 másodpercen belül futott át a célkapu alatt. Mennyire volt nehéz a pálya? A pálya szerintem jó volt. A nehezítő tényező az a szél volt, ami minden körbe újabb kihívások elé állított minket, de megbírkoztunk vele. A hölgyeknél a belgrádi Trkja Nóra lett a leggyorsabb, aki már nem először áll a dobogó legmagasabb fokán. 1 óra 31 perc 59 másodperces időeredménnyel zárta a futamot. Imala sam malo slabiji rezultat nego što sam očekivala, ali to je zbog povreda koje sam imala u prethodnom periodu, ali iskreno zadovoljna sam. Idén első alkalommal a legkisebbek is futhattak az Active Kids sportegyesület szervezésében. A gyerekek 525 métert tettek meg a versenyen. A napos időben tehát sokan futottak a hétvégén Palicson, a stúdióban pedig köszöntöm a futóverseny szervezőjét, Ludai Sebastiánt. Jó napot kívánok! Ön mennyire értékeli sikeresnek ezt a futóversenyt? Jó napot kívánok! Nagyon sikeresnek értékelem a versenyünket és az utóbbi 10 évet, amióta a trón megalakult. Nagyon sok új futó csatlakozott hozzánk. Egy adatot mondanék el, ezen a 10. trón félmaratonon 31 olyan futó vett részt a versenyen, aki életében először futotta le a félmaratoni távot. Egy érdekes dolog, hogy mondjuk rá a győztes is, Tarnai László, tiszakécskei futónak, ez volt az első félmaratonja, és mindjárt az első félmaratonon 1 óra 11 perces pálya csúcsot tudott állítani. A másik tiszakécskei futónak is sikerült ugye pálya csúcsot dönteni, és minden évben a tiszakécskei versenyzők jönnek a versenyünkre. Ők egy kicsit, hogy mondjam, előtnek a többi futóktól, a mezőnytől, mert a trónfutóklub általában a rekreatív
futókat próbálja csatlakozni saját soraiban. Természetesen a profi, esetleg a nagyobb bírású futókat se utasítsuk el, de eddig nem volt ilyenre példánk, úgyhogy mondjuk a Trón futók közül a legjobb félmaratoni idő 1 óra 19 perc, 59 másodperc, úgyhogy ez mondjuk egy jó 8-9 percet elmarad az idei győztes idejétől. Nálunk mondjuk rá ez az 1 óra 30, 1 óra 40 perc számít ilyen Trón klub élmezőnyének, de viszont ezen a versenyen mondjuk rá rengeteg futó 2 óra, 2 óra 10, 2 óra 15 körül ért be a célba. Akkor tehát elmondható, hogy nagyon népszerű ez a verseny, egyre többen látogatnak ide. Melyik országokból jöttek versenyzők? Az idén 6 országból jött versenyző. Természetesen a legtöbb az anyaországban, Magyarországról, mivel mi is jóformán minden hónapban egy versenyen részt veszünk oda át. Mondjuk áprilisban 3 versenyre megyünk, Algyon lesz egy félmaraton, utána Bordányon, és utána meg Hódmezővásárhelyen. Úgyhogy nálunk is mondjuk a magyar futók voltak a legtöbben, utána Horvátország követi őket, Bosznia-Hercegovina, volt egy nagybritanniai futó, Szerbia természetesen, és már ahogy a bejátszásban is láttuk, Szlovákiából először futottak nálunk, Zsai Zoltán barátunk, akiknél mink vendégeskedtünk január 7-én egy nagyon kemény mínusz 15 fokos félmaratonon, viszonozta ugye a látogatást, és egy csapattal Szlovákiából jött, úgyhogy egy teljesen ilyen nemzetközi versenyé nőtt ki a Trón félmaraton. Beszéljünk most kicsit akkor a szervezésről, mennyire nehéz egy ilyen futóversenyt megszervezni? Hát elég sok munkába telik, egy 2-3 hónapos munka, azzal, hogy a verseny előtti utolsó hét az a legkeményebb munka, természetesen a verseny előtti nap és a verseny napja a legnehezebb, hogyha így mondhatom, de viszont mikor 400-500 ember eljön, és elégedetten hagyják el Palicsot, teli élményekkel, teli jó benyomásokkal, jó eredményekkel, akkor ez egy nagy ajándék nekünk a fáradtságainkért, amit belefektettünk a versenybe. Akkor beszéltünk itt most a versenyről és a szervezésről is, de nézzük akkor talán kicsit az érdekesebb részét, hogyan néz ki egy futónak az élete, hogyan lehet fölkészülni egy ilyen versenyre, milyen edzések, milyen étrend szükséges. Hát itt is most arról van szó, hogy milyen időt szeret mondjuk rá az a futó futni, hogy félmaratont vagy rövidebb távot. Általában a félmaratonhoz szoktuk hasonlítani az időket, hogy 1.30-os, 1.45, 2 óra, 2 óra 15-ös időket szeretne futni, de mondjuk rá egy heti 3 edzése, 2-3 edzéssel, 3-4 hónapon át elég szépen föl lehet készülni egy félmaraton lefutásához. Nálunk is 2 óra 45 perces limitidő volt a félmaratonon, mindenki be is fejezte ebben a limitidőben, úgyhogy a két és fél, 2 óra hossza 40 perces félmaratonhoz elég mondjuk egy 2-3 hónapos felkészülés, természetesen jobb eredményhez, 2 óra alatti eredményhez már egy kicsit több hozzáállás kell, több elszántság, több odafigyelés az étrendre, gyümölcs, zöldségféleséget többet kellene enni, pihenni, arányosan edzeni, arányosan pihenni, és így lehet fölkészülni egy félmaratonra. Akkor beszéljünk most kicsit a klubról is, hány tagot számlálnak jelenleg, és mennyire növekszik ez az évek során? Hát már évek óta úgy van, hogy az aktív tagok száma az 20-30 között forog, ezen kívül van mondjuk olyan 10-15-20 klub szimpatizőr, ezeket így szoktuk nevezni, akik nem teljesen aktívan vesznek részt a klub életében, de mondjuk rá minden csütörtökön az edzés futamunkon itt a Ródicsnál megjelennek, vagy mondjuk rá vasárnaponként a hosszú távú edzést, amit szoktunk tartani, Kiserdőből Kelebiára vagy Palics felé éppen futva. Úgyhogy körülbelül mondjuk az a 30-as átlag, azt lehet mondani, hogy a klubnak a száma. És miből áll a szezon, merre szoktak még járni futóversenyekre, esetleg van-e még más verseny, amit önök szerveznek? Mi a Trón szülinapi félmaraton szervezzük, és augusztus 1-én szervezzük a Dren Mandic emlékfutamot. Tudnilik Dren Mandic volt a Trón egyik alapítója, 18 futó alapította a Trónt március elején 2007-ben. Sajnos Dren már nincs velünk, 8215 méter magasságban szörnyet halt, mikor a K2-es hegyet próbálta megmászni. Az ő emlékére minden
augusztus 1-én, 8200 méteres távon futunk, rendezünk egy versenyt. Ez egy kicsit kisebb szintű verseny, általában 100 futó szokott lenni, úgyhogy ez a két verseny, amit a Tron szokott szervezni, nagyobb versenyként. Minden csütörtökön megrendezzük a, ahogy említettem, a Tron edzés futamot, ezt a Rodicnál futjuk Palics felé, ez egy 6 kilométeres ilyen ellenőrző táv, hogy ki hogy áll, mint egyik csütörtök erősebb tempó, egy másik csütörtökön gyengébb tempó, de ebből az eredményből ki, már lehet levonni, vagy várni egy jó, vagy rosszabb félmaratoni távot, valamint itt vannak mondjuk a keddi közös edzéseink, résztávedzéseink. Tulajdonképpen minden tagunknak saját magára van hagyva, bízva, hogy beossza az edzés terveit. Vannak olyan tagok is, akik egy napot se hagynak ki, szóval minden nap edzenek, vannak olyan tagok, akik csak 2-3 edzést tartanak hetente, természetesen kinek hogy engedje az ideje, vagy a tervei milyenek. Nagyon szépen köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, és további sikeres munkát kívánunk. Mai műsorunkat pedig kézilabdával folytatjuk, ugyanis a szabadkai Spartacus a Vojvodinát fogadta a Szuperligában. Igazi rangadóhoz méltó mérkőzést láthattak azok, akik szombat este kilátogattak a szabadkai sportcsarnokba. A meccs első gólját a Vojvodina szerezte meg, amire hamar érkezett a házigazdák válasza. A két csapat folyamatosan fej-fej mellett haladt. A tempót a vendégek diktálták, ennek ellenére nem tudták leszakítani magukról a Spartacust. A félidőben 12-13-as vendégvezetéssel vonulhattak pihenőre a felek. A folytatásban a kékfehérek kapták el jobban a fonalat, és a 33. percben átvették a vezetést. Ezt követően azonban ismét jött a Vojvodina, és visszavette az előnyt, amit a mérkőzés végéig már nem engedett ki kezei közül. Így a vajdasági derbit 23-26-ra az újvidékiek nyerték. A mérkőzés után Bózsó Rudit, a Vojvodina edzője szűkszavúan értékelt. Nasz golman Perović, myslím, da je u predsodnim momentu branio tri ključne lopte i da je to bilo prevaga na našu stranu. A szabadkaiak szakvezetője Slaviša Lakovic úgy látta, a csapata mindent megtett a győzelemért. Ja mogu da čestitam mojim igračima na borbenosti, na onome što su prikazali večeras. Mogu da im zamerim samo u jednoj stvari, da je prevelika nervoza bila i da smo u pojedinim momentima pala je ta koncentracija, tako da smo napravili par tih sitnih grešaka, gde su nas ispostavili se na kraju i skupo koštale. 19 fordulót követően a Vojvodina 31 ponttal továbbra is vezeti a Superliga tabelláját, a Spartacus Vojput pedig 25 ponttal a negyedik helyen áll. Műsorunk folytatásában pedig Mohorra látogatunk, ahol a hétvégén tartották az első szerbiai birkózó kupát az U15-ös korosztálynak. Vasárnap 16 birkózóklub 52 versenyzője vette birtokába a Moholi Novák Radonjić általános iskola sportcsarnokát, ahol az első szerbiai kötött fogású birkózókupa U15-ös bajnokságát tartották. ...47 kg-ban Loson Szabolcs, a magyar kanizsai potiszje birkózója bizonyult a legjobbnak. Elég nehéz volt, és az ellenfeleme is nehezek voltak. 59 kg-ban az entai Ágoston Dávid volt a legeredményesebb. Hát az első meccs az elég könnyen ment, akkor második, az is úgy, a harmadik volt elég nehéz, ottan akkor elég sokat szenvedtünk, egy pont hiányzott ahhoz, hogy kikapjak, de végén megnyertem. A csapatok összesített versenyében 29 ponttal a magyar kanizsai potiszje birkózóklub volt a legeredményesebb. Őket követte a sabáci Vitéz 22 ponttal, a harmadik helyen pedig a Zenta és a házigazda Moholi Partizán klub végzett 19 ponttal. Szerintünk nagyon nagyszerű volt az egész, és hát reméljük, a jövőben még jobb eredményt fogunk elérni, mivel elég sok gyerek van, akik hajlamosak arra, úgymond, hogy még jobb eredményeket érjenek el. A lányok kategóriájában 40 kg-os súlycsoportban a Mladenovácsi Janicsijevics Alexandra, 44 kg-ban a Sabáci Sabanac Mariana, 48 kg-ban a belgrádi Jovanovic Milica, 57 kg-ban a magyar kanizsai Fábián Orsolya, 62 kg-ban pedig az entai Velesz Petra bizonyult a legjobbnak. A fiúk mezőnyében a következő eredmények születtek, 32 kg-ban a Mladenovácsi Antic Ilija, 35 kg-ban a Moholi Beljánszki Luka,
38 kg-ban a belgrádi Petrovic Milos, 42 kg-ban a zombori Fratik Dejan, 47 kg-ban a magyar kanizsai Loson Szabolcs, 43 kg-ban a sabaci Gájic Momcsiló, 59 kg-ban a zentai Ágoston Dávid, 66 kg-ban a szabadkai Fördősdi Adrián, 73 kg-ban a sabaci Gráic Ugliesa, 85 kg-ban pedig a szintén sabaci Petrovic Ilija állhatott a dobogó legfelső fokára. A műsor folytatásában pedig Magyar Kanizsára látogatunk, ahol a hétvégén a tavalyi év legjobb sportolói díjazták. Eredményei alapján Nagy Sebastian bízott abban, hogy első lesz az ifjúsági korosztályban, de arra nem számított, hogy az abszolút versenyben is ő lesz az év sportolója. A díjat Fejsztámer Robert polgármestertől vehette át. Úgy érzem, hogy megérdemeltem, mert amilyen rosszul indult ez a tavalyi év az eleje, a vége az nem is képzeltem volna el jobban, hogy így megnyertem a mediterrán meg a Balkán bajnokságot is. Még veretlen voltam az első ligában felnőtteknél. Fejős Anna, aki harmadszor lett az év sportolója, nem csak aszteliteniszben, hanem a kanizsai úszóklub tagjaként hosszú távú szálcban is remekelt az elmúlt esztendőben. A kaucsuk labdával nemzetközi versenyeken is bizonyított. Voltam Düsseldorfban is, ahol egyénibe és csapatba is sikerült a dobogó második fokára állnom, valamint a válogatottal részt vettem Vrnyacskabanyán egy nemzetközi versenyen, ahol egyéniben, párosban és csapatban is a dobogó harmadik fokára tudtam felállni. A Községi Sportszövetség igazgató bizottsága 4 életműdíjat is odaítélt. Egyikét Oláh Tibor, a Magyar Kanizsai Sportélet mozgatója, egykori focista, versenyhorgász és a maraton szervezője érdemelte ki. Most ez a maraton, ez sikerült legjobban. Ez ugye 35 éve megy. Most ebben büszke vagyok arra, hogy 32 évig be is futottam ezt a maratont, a Horgos Kanizsát. A felnőtt férfi kategória legjobbja egy másik birkozó gazda Krisztián lett, a nőknél pedig Fejős Nelly, az M plusz táncklub tagja diadalmaskodott. Az év edzője címet Ivósevics Rózsa, a Partizán Atlétika Klub edzője mondhatja magáénak. A legsikeresebb csapat a Partizán K.O.T. Csálgáns Klub lett. Műsorunk végén pedig néhány mondat a vasárnap véget ért belgrádi fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságról, amelynek záró napján Ivanás Pánovic távolugró hatalmas sikert könyvelhetett el, ugyanis 7 méter 24 centis ugrásával aranyérmet szerzett. Ez az eredmény egyébként minden idők harmadik legjobb fedett pályás ugrása volt. Magyarország színeiben pedig Márton Anita súlylökésben szerzett aranyat Belgrádban, Zsivószki Farkas Györgyi pedig 5 próbában lett bronzérmes. Gratulálunk nekik, ennyi volt már a Sport Hétfő, köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot!